Csernus Marian, Kossuth és Jászai Mari díjas színész látogatott el városunkba, aki 41 évvel ezelőtt mutatta be Vizsói Biblia című önálló estjét, amelyet 350 alkalommal játszott. Magyarország legidősebb aktív színpadi színésze tavaly ismét elővette ezt az előadást és felfrissítette, hétfőn este pedig ezt mutatta be az érdeklődőknek. A művésznő elmondta, hatalmas megtiszteltetés, hogy a fehérvári közönségnek olvashatta fel egyik kedvenc darabját. Mi a Biblia mondani valója? Nyilvánvalóan az Istenen kívül a szeretet. A szeretet, az emberség, a megértés, az egymás tudomásul vétele, és az öröm, hogy élhetek. Hát nem tudok más mondani róla. A legendás színpadi alkotó csodálatos orgánumát és szövegmondó képességét másfél órás előadásban élvezhették a Városháza dísztermébe látogatók. A közönség sorai közt volt Lerner Zsolt alpolgármester is, aki hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy egy legendás színész láthatott vendégül városunk. A városnak, a város közösségének és a város kulturális életének egy hatalmas megtiszteltetés, hogy egy október 30-án, és ezzel szerintem nem árulok el titkot, hogy 30-án fogja betölteni a 95. életévét, és a legaktívabb, legidősebb ilyen értelemben magyar aktív színművésznő. Nem lehet erre itt szavakat találni, mert annyira örül az embernek a lelke, a szíve, hogy élőben láthatja itt Fehérváron a Városháza dísztermében Csernus Marian Kossuth díjas színművésznőt. Csernus Marian önálló estjének első részében az előjáró beszéd Mózes első könyve, a Bírák könyve, Sámuel első könyve és Dávid 51. zsoltára, míg zárásként a szeretett himnusz Pál első levele a korintosziakhoz hangzott el.